Sziasztok! Ma meg szeretném nektek mutatni, hogy miket vizek utazásra. Jövő héten megyünk nyaralni, ezért nem leszek itthon, és nem is tudok videót feltölteni, de amint hazaérek, megnézem a kommentjeiteket és a kéréseiteket is. Főként szépségápolási dolgok lesznek ebben a videóban, de először olyanokkal kezdek, ami ennyire nem tartozik bele ebbe a kategóriába. Elviszem ugye a telefonomat, hogyha zenét szeretnék hallgatni, akkor az iPodomat, és hogyha meglátok valami érdekeset, akkor egy fényképezőt, hogy le tudjam fényképezni. Ami még nem annyira ilyen szépségápolási téma, az a kontaktlencse. El is érkeztünk a szépségápolásos dolgokhoz, kezdjük is! Legelső kategóriák a kéz és a testápolás. Én kézkrémből kettőt viszek, egy az Avontól van, egy pedig a Niveától. Testápolóként az Avonnak ezt a mandulás vadmeggyes testápolóját viszem. Tusfürdőként pedig a Penny Girlnek ezt az epres tusiját. Ezeket a termékeket nem tudtam külön csoportba sorolni, ezért egybe tettem őket. Ez egy Evelinás naptej, egy Santini gyümölcsös parfüm és egy golyós dezodor. Az arcom hidratálására és tisztítására is mutatok nektek egy pár terméket. Esténként kellhet majd a Clean & Clear-nek ez az arclemosója. Előtte az új Garnier tonikomat fogom használni, ehhez viszont nem akartam olyan kis vattakorongokat vinni, mert az nagyon nagy csomagolásban van, inkább viszek helyette zsepit. Az arckrémem még mindig a szokásos. Estére egy teljesen átlagos dolog, egy fogkefe és egy fogkrém. Így nyaralás során szeretem elhasználni a kis sampon mintákat. Ebbe pont annyi van, hogy elég legyen egy hajmosásra, de nekem kétszer kell egy héten haját mosni, és ebben pont annyi van, hogy még egy alkalomra elegendő legyen. Mostanában nagyon szeretem a Gliss-nak ezt a hajkifésülő spréjét, és ez ápolja is a hajamat, és könnyebben is ki tudom tőle fésülni. Ennek a sprének köszönhetően nem kell egy hajkefét vinnem, csak egy fésüt. Mi estére vagy egy délutánra körömfestést terveztünk, és ezért egy pár körömlakot is kiválasztottam az útra. Francia manikű is lesz, és ehhez a kellékeket is viszem. Aztán még egy piros körömlakkot, egy lilát és egy fehéren csillogósat. Ha elkezd kopni a körömlak, akkor egy körömlaklemosó is jól jön. Én úgy gondoltam, hogy egy pár ékszer sem árthat, ebből is fölpakoltam egy picit. Egy ilyen dobozba tartom őket. Van benne egy mágneses karkötő, egy gémedálos nyaklánc és egy bőrlovas karkötő. Most jön ez a téma, amire szerintem eddig a legjobban vártatok, vagyis a sminkek. Sajnos nem volt itthon kicsi kiszerelésű sminklemosókendő, de mégis kell, ezért egy nagyot viszek. Alapozót szerintem ne vigyetek, én még színezett hidratálót sem viszek, még pudrát se, csak egy korrektort. Nyaraláson szerintem nem az a fontos, hogy mennyire tökéletes a bőrünk és hogy le legyünk alapozva, csak hogyha valaki szeretne, akkor mégis legyen rajta egy kis smink. Ecsetből csak hármat viszek, egy szemöldök fésűt, egy satírozó ecsetet, és egy satírgumit. Ha nem akarunk nagyon bonyolult sminket csinálni, elég egy szemceruza. Szemhéjpúderként én ezeket a natúr színeket fogom használni. Ezzel a palettával el lehet készíteni egy mindennapi sminket, vagy egy vacsorához illőt is. Szájápolásként a Labellonnak a pirlisányját választottam. Nyár van és meleg is, de nekem szerencsére van egy hűsítő szájfényem. Ha úgy veszük, akkor három szempilla spirált viszek, de ebből az egyik csak ilyen szemöldök zseli és szempilla alapozó. Két fekete szempilla spirálom lesz, az egyik az Avonnak a szupások, a másik pedig a Care Cosmeticsnek a Colossal Volume Express. Én ezeket a termékeket viszem magammal nyaralásra. Köszi, hogy megnéztetek! Sziasztok!